Kródi Gyula Jézus csizmája A jámbor utazóhoz színzett fogadóból egy téli reggelen két lerongyolt, félig mesztelen vendéget dobott ki Hírcskocsmáros szolgái segítségével. Az útszili fogadó a nagy országút mellett állott, eperjes és bártva között, amely országút a középkorban Európa mindenféle nemzetének fiait látta elvonulni kereskedők és koldusok, katonák és barátok, haramiák és zarándokok, akik éjszakról délre tartottak, ezt az országot adta posták, és a jámbor utazó várszerű falaival és kapujával biztonságot nyújtott az országút vándorainak. Harminc szekér elfért a fogadó udvarán, és a merillő haramiák, akik vakmerőségükben olykor megtámadták éjnek idején a fogadót, amidőn gazdag kalmárok ütötték föl, oda bent tanyájukat, bevert fejjel menekültek a jámbor utazó környékéről. Hírcs a tagba szakadt fogadós, nagy kutyáival és zömök szélesváló legényeivel, talán még rendes katonaság ostromát is visszaverte volna. Krakótól Kölnig jó hírneve volt a jámbor utazónak, és a kereskedők gyakran kerülöttettek rendes útvonaluktól, hogy biztonságban legyenek a pihenés napjaiban. Az a két vendég, akit az említett havas téli reggelen a jámbor utazóból a testi erők fensőbségénél fogva a továbbutazásra fölszólítottak, nem tartozott sem a békés kalmárok, sem a jámbor zarándokok fajtájához zsoldos katonák voltak, akik a cseh háborút végigverekedték, és Milánóba készülöttek, mert azt hallották, hogy ott némi csetepaté ígérkezik. Hosszú hajó, bikanyakó, vad tekintetű hat fiak voltak, akik verekedésből tartották fenn magukat. Mindenféle fogadóba talán be sem fogadták volna őket, mert a zsoldos katonának nem a legjobb híre volt békés országokban. De hírcs nem az az ember volt, aki megijedt volna a vitézektől, amikor az egyiknek aranyos markolatú kart süngött vállán, a másiknak pedig kék róka szolgáltatta a prémet bekecséhez. Országok bejárására alkalmatos, nagy bivajbőr csizmák a lábakon, amelyeket a zsoldos katona sem emésztel életében, de három-négy generáció is elhasználhatja békeidőben. Azon kívül jó cseh és lengyel aranyak is rejtőznek a széles övegben, és Hircs uram figyelmét a vastag ezüst karika sem kerülte el, amely az egyik vendég fülében lógott. Befogadta tehát a zsoldasokat, és a konyhában a tűzhely mellett jelölt nekik helyet a zsubszalmán. A takarék tűzhely fölé pedig fölakasztotta az öblös bográcsot, amelyben éjjel-nappal borfőt. A főtbornak talán kevés hatása van egy krakói takácsra. Az arándok ember, aki jóban fáradozik, szintén nem izgul föl a bográcstól. De a zsoldos katona elveszíti minden akaraterejét, amint forni kezd a bor a tűz fölött, és a fűszerszámok bódító illata betölti a szobát. A földborhoz az ördögnek is van némi köze. Az ördög szerelemgyökeret szokott dobni a borba, amikor az forni kezd. Hiába zárják be az ajtót, az ördög beveti fűszerét a kürtőn. A fogadós jól számított. A zsoldos katonák, Penge és Viuk, a zsubszalnál heverészve, nyomban szimatolni kezdtek a borután, és fölkeltek fekvükből. Csupán egy hosszú szakáló, képű, idős zarándok volt akkor a fogadó vendége, mikoriban a zsoldosok éjszak felől megérkeztek. A katonák a zarándokot is kínálták a borból, de az tagadó mozdulatot tett, és a jégvirágos ablak felé húzódott. Hosszú, szőrös, inkféle öltöny volt az zarándokon, és a vállán a kereszt alakú jelvény, amely azt bizonyította, hogy a férfiú megjárta a Szentföldet. Kampos botján olvasók és érmek csörögtek, és a szakálla az övét verte. Nem iszom, tiltakozott az arándok. Mert a borban az ördög lakik. A zsoldosok nagyot nevettek ezen. Bolond vagy öreg! Kiáltott fel Penge. A bor az Úristen adománya. Adta pedig azoknak, akiknek senkiük, semmiük nincsen. Ha bort iszom, mindenem van, feleségem, házam, becsületem. Amikor elszáll a mámor, megint csak Penge vagyok, a hontalan katona pedig az atyám becsületes szűcsmester volt Rozsnyón. Nagyon régen volt. Viuk a kékrókás dolmányt a vállára vetette, és összeszabdalt, dorva arcán, mámoros mosoly terült el, amidőn a borból ivott. Én ma este, amikor bealkonyult, Nürnbergben leszek, és egy hófehér, szőke, imádságos leány ölébe hajtom a fejem. Ha nem így lesz, ne legyen viuk a nevem. A zarándok, mint tisztes férfiúhoz illik, a fejét csóválta, és az olvasó ját A katonák egy darabig még dévajkodtak vele, aztán kockázni kezdtek egy leterített köpenyegen. Az arany és ezüst pénzlátása különös hatással volt a jámbor zarándokra. Hamarosan a katonák mellé telepedett, és többé nem vetette meg kínálásokat. A tisztes öreg olyan hatalmasan ivott, hogy a zsoldosok nem győzték eléggé magasztalni. Viuk széles kedvében megölelte az arándokot. Szent férfi, nem jártál valaha Frankfurtban, az Odera mellett? A jó Lanzneknél szokott inni egy bizonyos kék ház, akit mindenki ismer az Odera mellett. A tisztes férfi letörölte szakálláról a bort, és így szólott. Az Odera mellett nem jártam, de megfordultam Düsseldorfban, én képecskékkel szoktak játszani. Nézzétek! Az iszákjából egy pakli ócska kártyát vett elő, amelyre a pápa, a római császár és különböző királyok és fejedelmek arcképe volt festve. Egy kártyán az ördög is rajt volt piros csizmásan és tollas fővekben, és azt mindenkinek ütni kellett. Penge és Juk nem is lettek volna igazi zsoldos katonák, ha a kártyát nem ismerik. Ősmerték ők az új módi játékot, s csak a kártya híján kockáztak. Nagy lelkesedéssel kezdtek kártyázni, azon új játékot játszva, amelyet Lansnecknek hívtak, és annyit lehetett a játék alatt veszekedni, verekedni, amennyit akartak. A zarándok ügyesen forgatta a kártyát, és a zsoldosok csak hamar kardot rántottak. Nagy ordítással rohanták meg az öreget, de az nem volt rest, előkapta kampos botját, amely ólommal volt bélelve, és jól helyben hagyta a zsoldosokat. Most pedig játszhatunk tovább, mondta a zarándok a verekedés lecsillapultával. Időközben új vendég sompolygott a tűz mellé. Egy hamuszürke köntösű, fejkendős asszonyféle, akinek ruhájáról messziről látszott, hogy valamely apáca kolostorból való. A rongyos fátyol alól csupán két nagy fekete szeme csillogott a jövevénynek, és kezéből hiányzott a szent olvasó. Olvasó nélkül apáca csak rossz úton járhat. Nyilván megszökött rendjétől, és most bújtosik a büntetés elől. A tisztes zarándok nyomban rákiáltott, amint megpillantotta. Apage, mondta, és keresztet vetett. De a katonák helyet szorítottak az apácának a szalmán, és borral kínálták. Honnan jössz? kérdezte a fogadós szigorúan, mindön a jövevényt megpillantotta. Nem tudom, felelte az a kendő alatt. Hová még? Nem tudom. Hírcs uram kinyitotta az ajtót. Pusztulj innen! kiáltotta. De a zsoldosok váratlanul a jövevény pártjára keltek. Penge és fiúk kardot rántottak, s csak nem véres verekedésre kerül sor, ha a zarándok szelít szóval le nem csillapítja a fogadóst. A katona urak, mondta alázatosan, jó krakkóviankák és Ferenc tallérokkal rendelkeznek. Te csak komis csárdás vagy, fogd be tehát a szádat. Hírcs dörmögött egy darabig, aztán megrázta az öreg zarándok iszákját. Abban már számos krakkóvianka és Ferenc tallér zörgött. Nem sokáig tart a dicsőség, úgy látom. Mondta, és megveregette a tisztes férfi hátát. A zarándok lesütötte a szemét. Megtesszük, amit lehet. Amire besötétedett, az arany és ezüst pénzek a zarándok tarisznyájába vándoroltak egytől egyik, Viuk egy darabig kardját kereste, hogy széthasítja a szent férfi fejét, de a kardokat elrakta a fogadós, penge vigasztalta pajtását. Ne búsulj, cimbora, a milánói aranynak még szebb a hangja, mint a lengyel talléré. Szaniszló király nagymester sajnálja az aranyat a talléraitól. Diuk lassan megnyugodott, és a bográcsot vette szemügyre. A fogadós új bort öntött a tűz fölé, és a zsoldosoknak hatalmas kedvük támadt. Táncolni kezdtek, és lerúgták nehéz csizmáikat. A szökött apáca dalolt a tűz mellett, és a zarándok is lángra kapott. Véncser volt az öreg, lassan tüzesedett neki, de aztán sokáig égett. Jobbra, balra döltek mellőle a mulatók, és ő még mindig rakta egyedül. Hajnaltájban aztán abbahagyta a mulatozást, és fölcihelődött. A katonák már aludtak a szalmán, és csupán az apáca látta félszemmel, hogy a tisztes öreg Összeszedi a zsoldosok csizmáit, lehányt ruhadarabjait, és búcsó nélkül elhagyja a fogadót. Amint mondám, a forrad bort az ördög találta ki, és a zsoldosok átkozták magukban az ördögöt, amidőn reggel a Jámbor utazóból az ócére vetették. Mezítláb félig öltözötten, kard és söveg nélkül, találták magukat a nagy országúton, a térdig érő hóban, és a rettentő hidegben még beszélni sem tudtak. Egy álmos szolgalegény azt adta nekik tudomásukra, hogy a szentföldi zarándok eperjes felé vette az útját. A zsoldosok találtak is a hóban valami nyomokat, de az lehetett farkasé is. Az út a hegynek kanyarodott, és a hegyi út közepén kőfeszület állott, amelyet vastagon takart be bundájával a hó. Még csak varjak sem látszottak a téli tájon. Nagy messziségben, mint fehér kupacok, emelkedtek ki a látóhatárból az eperjesi tornyok. Megfagyunk odáig, mondta alig halhatólag Penge. Én is azt gondolom. Felelte rekedsuttogással vjuk. Ez a kutya hideg, megöl. Érzem, hogy nem soká bírom, pajtás. Csak a feszületet érjük el és tagadó, lázankodó voltam egész életemben. Most szeretnék a feszület alatt meghalni. Penge a cimborája karjában kapaszkodott, és húzta, tolta előre a hóban. Viuk már öreg legény volt, de sohasem látszott meg rajta. Csak most, amidőn a halál farkasa ólálkodott a két vándor körül, most látszott, hogy a farkas elsőbben viukra feni fogát. Nehezen, megmegállva, mentek fölfelé a hegyi úton. Egyszerre tompa kiáltás hallottak a hátuk mögött. Az apáca jött mögöttük, és a karjával integetett, hogy megvárják. – Mindjárt ketten leszünk, cimbora – szólt penge. – Ketten könnyebben bírunk veled. A szürke köntösű asszonyféle elérte a katonákat, aztán lenyírót fejéről, levette a kendőjét, és a megdermet lyuk vállára borította. Csak addig a feszületig, hörögte a zsoldos, nagyon bűnös vagyok. Az apáca és a zsoldos ketten húzták, tolták a magával tehetetlen lyukot a kőfeszület felé. Egy darabig úgy látszott, hogy olyan messzire van ez a feszület, mint háromuk közül egyik sem érheti el soha mintha minden lépésüknél, amelyet előre tettek, a feszület ugyanannyival ment volna messzebb a hegyen. Az apáca hóval dörzsölgette Vjuk mesztelen mellét, hátát és csodálatos bizalommal suttogta fülébe. Mindjárt ott leszünk, aztán lábadra húzzuk a Jézuska csizmáját. Vjuk vacokva nézett az apácára. Hát van a Jézuskának csizmája, hogy ne volna. Nagyon szép, meleg, nagy csizmája van. Csak gyere, te szegény lyuk! Így szólt az apáca, aztán szabadon lévő karjával integetett a messzi feszület felé. Gyere, Jézuska, közelebb. Egy szegény katonának, aki a pogányok ellen harcolt, kell a csizmácskád, kiáltotta. Penge a lenyírt fejű asszony félére nézett, és látta, hogy annak nagy szemei lángolva tapadnak a messzi kő feszület felé. Sóvány karjáról lecsúszott a hamuszínű köntös, és a kar bizalommal hívogatólag integetett. És a feszület mintha megmozdult volna, mintha megindult volna lefelé a hegyoldalról, és jött, jött, közelebb azokhoz, akik a nagy hóban feléje törtettek. Hozza Jézuska a csizmáit, kiáltott a nővér. Neked is hozza penge. Penge arcán könycsepp perget végig, és naív hit sugárzott a szeméből. Soha sem kockázom többé, diderekte. Csak még egyszer legyen csizmám. Jer Jézuska, jer! Sóhajtott a tompám lyuk, és dermetten állott meg az út közepén. S a feszület jött már ott állott előttük, jobbra az úton, és a két zsoldos katona tágra nyílt szemmel bámult a kőkeresztre, amelyen egy töredezett barna kőkrisztus vala hóval befödve. De a lábakon, amelyeket a szögvert át, két pár bivajbőr csizma függött, két derék nagy csizma, amelyben a zsoldosok nem ismertek a magukéra, pedig az övék volt. A tolvaj nem bírván terhét, így szabadult a csizmáktól. Viuk erőtlenül hanyatlott a feszüllet alá, már félig megfagyott, és szeme lezárult. Álmában sóhajtotta. Jaj, be szép csizma, aranypatkó van rajta, és berlini zsinórral van hímezve. Az apáca leakasztotta a csizmát, és nehezen erőködve a vjuk lábára igazította penge ez alatt hóval dörzsölte a bajtását, de az már aludt, halálos dermedtséggel aludt. A Jézus pedig a kőkeresztről csendesen nézte őket, a három boldogtalant, szerencsétlent, és az egyiket közülük magához szólította.